Nem csupa móka és kacagás az élet, tehát nem úgy kell elképzelni a humoristát otthon, hogy dőlnek a nevetéstől a gyerekek is, és a feleség is, és végig kacagjuk a délutánt, hanem ugyanúgy vannak nehéz pillanataink, vagy borcos pillanataink, csak ezeken felül tudunk emelkedni. Azzal, hogy saját magamnak tudatosítok egy-egy problémát, azzal már félig meg is oldottam. És ezért is jó, ha beszélek róluk, mert azzal a közönségnek kimondom ezeket, azzal saját magamnak is kimondom. És onnantól kezdve nem lehet azzal a kérdéssel kapcsolatban költőfalazni. Tényleg nagyon fontos az, hogy a gyerekek megéljék a gyerekkort. Amit lehet, hogy olyan dolgot fognak csinálni, ami még most nincs is. Egy ismert amerikai tévériportert kérdeztek meg, hogy a gyerekkorában is tévériporter akart-e lenni. Mire örülökben mondta, hogy még nem is volt tévé. Nagyon sok egzisztenciális félelmet, vagy ilyen igazán nagy félelmet már legyőztem 20 évesen, és tudok az életre úgy tekinteni, mint egy gazdálkodó kosorra, hogy a legrosszabb esetben vissza kell állni a startmezőre, de akkor sincs semmi baj, mert nagyon sokan kezdték már előttem nulláról az egészet, nem lehet állandóan befeszülni és állandóan toppon lenni, hanem igenis kell időt hagyni, alkalmat az elengedésnek, a töltődésnek, és azt mondani, hogy majd, ha itt lesz az ideje, akkor újra is szerintem magam. És ez nagyon nehéz azoknak, akik szeretik magukat csúcsra járatni, tehát nagyon nehéz tudomásul venni, hogy most akkor le kell állni, de van, amikor le kell állni. És ha te nem állsz le, akkor az élet lejárjon. Ha egy üzenetet tényleg így becsúsztathatnék 60 év múlváról a mostani zsebembe, akkor az lenne, hogy hallgass meg az öregeket. Szeretettel üdvözöllek titeket, a következő beszélgetést én magam is nagyon izgatottan vártam. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat Kovács András Péter, Karinthy Gyűrűs humorista. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönöm én is a meghívást, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Reggel felmerült, miközben rád hangolódtam az a gondolat, hogy mennyire nem mindegy, hogy egy okos ember hülyeskedik, vagy egy hülye ember okoskodik. Én azért köszönöm, hogy eljöttél közénk, mert amellett, hogy imádom a humorodat, nagyon szeretem, hogy végtelenül intelligens is vagy, és most ez a beszélgetésben szeretnék olyan témákat is érinteni, ami nem kapcsolódik a humorhoz. Én meg köszönöm szépen, hogy ma reggel te voltál az egyetlen ember, aki rám hangolódott. Nagyon sokat számít nekem, bár ott lettél volna a lakásban, abban a fejetlenségben, ahol négy emberrel küzdöttem, akik semmilyen szinten nem voltak rám hangolódva. Beszélgetésünknek a címe, vagy mottója az, hogy teremtsd újra önmagad. A te életedben, amikor erre gondolsz, hogy teremtsd újra önmagad, mi az a momentum, ami így megjelenik ennek kapcsán? Hát igen, egyeztettünk közben, hogy nem megyünk bele nagyon mélyen magánéletbe, meg ilyenekbe, de ennek ellenére nekem volt egy ilyen nagyon komoly pillanatom, vagy ilyen egy-két hónapom, amikor tényleg egy ilyen hard reset volt, és tök előről kellett szépen mindent, szakmailag is, magánéletileg is, itt bennem, saját magamban is, tehát komplett újra minden. De ahhoz az kellett, hogy az ember zuhanyjon, és igenis koppanjon egyet a legalján, ahonnan aztán el tudsz indulni fölfele. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mennyire meredeken kezdhetem veled a beszélgetést, de úgy látom, hogy azonnal. Úgyhogy én meg is kérdezném, hogy nálad hogy működik ez. Én sokat olvastam arról, hogy mondjuk a Jim Carrey esetében, amikor depressziós lett, vagy ugye a Robin Williams, aki sajnos véget is vetett az életének, és mind a ketten a humor irányába szentelték az életüket, és azt ugye a Robin Williamsnél a közvetlenül az öngyilkosság előtt, azt hiszem 2-3 órával egy partin volt, és megnevettette a társaságot, még Jim Carrey, hál' Istennek, ő közöttünk van, de hogy nála is volt egy ilyen nagyon mély depressziós hullám. Egyébként ő azt fogalmazta meg, hogy a depresszió az ő fogalma szerint az, amikor az elméd üzen, hogy belefáradt abba a karakterbe, akit próbálsz eljátszani. Ez igaz, ebből lehet valami. De a lényeg az, hogy a humorista az nem az, aki nevet, a humorista az, aki meg nevettet másokat. Tehát nem nekem kell nevetnem, meg nem nekem kell jól éreznem magam, hanem neked. És én nekem az a dolgom, hogy ezeket a dolgokat, amin aztán te majd nevetni fogsz, ezeket előkotorjam, előbányásszam, kicsiszoljam, és hát a gyémántbányákban sem fenékig tej fel az élet, és aztán mégis a holland üzletekben aztán ott nézik a drágaköveket, és eszükbe sem jutott a luxus körülmények között, hogy az milyen melóval kerül föl onnan lentről. Tehát ugyanaz a humoristánál is. És tényleg ebbe a bányász életben némileg azért bele lehet fásulni, vagy nem is tudom, bele lehet darálódni. Úgyhogy abszolút megértem Robin Williams-t is, és Jim Carrey-t, és mindenki mást is. És mindig kérdezik tőlünk, hogy ezt még meddig lehet csinálni, és mi is láttunk a pályánk során nagyon sok öreget, akik egyszer csak elfogytak, vagy elszürkültek, vagy belekeseredtek, vagy eltűntek, vagy belehaltak.
És ez bennünk is fölmerül, úgyhogy nekünk ez egy ilyen folyamatos, nem tudom én, egy ilyen lelki tréning kell ehhez, hogy mindig formában maradjunk, meg frissek maradjunk, meg mi se bonyolódjunk, meg bolonduljunk bele. Akkor ezek szerint neked is vannak mélypontjaid? Persze, most éppen egy ilyet élünk, tehát hogy nem látszik, de hát november elején ugye leálltak a fellépések, és egy ilyen, nem tudom én, az ilyen 600 fős dupla teltházak helyett most hirtelen 3 hónapig az van, hogy reggel elküldök mindenkit iskolába, óvodába, a feleségem elmegy dolgozni, és én meg így otthon várom, hogy mi fog történni. Szépen lemegy a hétvége együtt, csodálatosan, remek jó érzéssel, és én rettegve várom a hétfőt. Úgyhogy ez ilyen, de hát ezeket az ember túl tudja élni, hogyha kellően tudatos. Az a mottód, hogy hülyéskedj csak, apád is így csinál. Szegény apád volt ilyen, igen. Szegény apád volt ilyen, bocsánat, valahogy itt találtam meg az interneten. Ugye szoktál beszélni arról is, hogy mindent meg akartál tenni, hogy csak ne az édesapád nyomdokaiba lépj, és mégis ugyanezt teszed. A te szavaidat idézem, hogy járod az országot, és... És dumálok, és jártatom a számot. Csak az öreg anyagbeszerző volt, úgyhogy ő a platós barkasszal állt meg, és aztán amíg megpakolták az autót, addig nyomta a sódert. Neki volt ilyen jó humora. Igen. És meg neki voltak fixei is, tehát nála tanultam meg, hogy mik azok a fixek, amikor ugyanazt a poént elmondja, nem tudom én, 40-szer, és én nekem 40-szer kell rajta ugyanúgy mosolyognom, amikor megbök, hogy mi öreg, mi? Hidrobbantó, így hívott, mi hidrobbantó, és igen. De ha jól tudom, most te vagy hasonló helyzetben, mert 10 év körüli a fiad. 9 a nagyobbik, igen. És most ő sziporkázik, és te vagy az... Nagyon érdekes, hogy ugye van egy 9 éves fiam és egy 7 éves fiúlány ikerpárom, és a legjobb humora a kis csajnak van. Tényleg? Ez nagyon vicces, nagyon érdekes, hogy ő, tehát humorilag vele vagyunk a legjobban egy hullámhosszon, meg vele kacagjuk a legnagyobbakat. Most hát múltkor apacsilisba volt főzött hétvégére, mert az nagyon népszerű, és vasárnap délután el kellett neki magyaráznom, hogy ahányszor pukizik, valahol meghal egy unikorn is. Úgyhogy ilyen viszonyban vagyunk vele. És a feleséged, mert ugye azt tudjuk, hogy tabu téma abból szempontból, és egy kicsit olyan, mint Kalambó feleség, igen, hogy állítólag van, igen, de hogy vele is ő bírja a humoratokat így a családban? Bírja, hát anélkül nem is működne az egész. Tehát biztos, hogy egy fancsali nővel én nem tudnék mit kezdeni. Meg eleve a megismerkedésünk, meg az első randiaink, azok mind-mind arról szóltak, hogy én izomból szórakoztattam őt, hogy imponáljak, ő meg hatalmasokat kacagott. Úgyhogy anélkül, amikor nem is megy, de ennek ellenére nem csupa móka is kacagás az élet, tehát nem úgy kell elképzelni a humoristát otthon, hogy dőlnek a nevetéstől a gyerekek is, és a feleség is, és végig kacagjuk a délutánt, hanem ugyanúgy vannak nehéz pillanataink, vagy morcos pillanataink, csak ezeken felül tudunk emelkedni. A kreativitás az gyerekkorodtól veled van, vagy így a humor kapcsán fejlődött ki jobban, hogy végeztél jogot is, informatikai diplomád is van, és hogy most azt látom, hogy a megváltozott környezetben rengeteg kreatív ötleted van, hogy óriási ság volt a Maradok otthon, hogy ez mennyire része az életednek, mert másik interjúban pedig elmondtad azt, hogy egyébként egy nagyon készülős, igen, előadó vagy. Igen, hát informatikai diplomám nincs, de tanítottam informatikusnak jogot, informatikai jogi ismereteket, de hát valamennyire be kellett magam ásni hozzá. De jelen van abszolút gyerekkoromtól, és a saját gyerekeimen is látom, hogy tetten érhető, és az övéket már tudom gondozni is. Ez jó érzés, és igazából csak annyi, hogy ha ez valakiben megvan, akkor foglalkozni kell vele, tényleg táptalajt biztosítani neki, terelgetni, fejleszgetni, edzeni, ugyanúgy, mint bármilyen izmot vagy készséget. És nekem az a szerencsém, hogy nagyon sok minden érdekelt, mert kamaszkoromban is picit megtanultam zenélni, picit megtanultam videózni, meg vágni, írtam rengeteget, úgyhogy ha bármilyen ötletem van, akkor be tudom tenni a megfelelő dobozba. Tudok írni egy dalszöveget, ahhoz tudok összebarkácsolni valami zenét, és utána föl tudom venni videóra is, ki tudom tenni a YouTube-ra. Tehát ezek mind-mind olyan hasznos eszközök, amik segítenek a kreativitásban, vagy a kreativitásnak. De jó, ha az ember több dobozba dolgozik. Most hallgattam egy TED előadást erről a slow motion multitaskingről, aminek az a lényege, hogy egyszerre több, tehát Einstein például, nem tudom én, a 3 fő művét azt egy éven belül publikálta. Az egyik a lézerrel, a mai lézerrel kapcsolatos elveket vetette meg, vagy alapokat vetette meg, a másik egy közgazdasági dolog volt, a harmadikkal a relativitás.
elméletet kutat, és nyilván tök másféle agy kell a három különböző dologhoz, de amikor elege volt az egyikből, akkor kicsit hozzáfogott a másikhoz. És van ez a think outside the box, ugye, amikor megpróbálsz így fölülemelkedve gondolkodni valamiről, és tök alkalmas arra, amikor éppen mással foglalkozol, hogy abból a perspektívából nézel vissza arra, ami éppen pihen. És az én agyam is így tud, hál' Istennek, működni, és így tud folyamatosan kreatív és hatékony maradni. Saját bevallásod szerint egy elég introvertált ember vagy, tehát szeretsz egyedül lenni, ezért műfajomban érintett vagy ez az előadói szakma, azért ez egy nagyon extrovertált létet kíván. Ezt hogy tudod a kettőt ötvözni, hogy megtaláld a saját kis egyedül létedet is óvva? Na most valahol ezt is olvastam rólad, hogy így azért a család összezárva a karantén idején, azért akkor az megnehezítette, hogy te úgy... Igen, de akkor mindig emellettem a takarításokat, és bedugtam a fülhallgatót, és akkor 3-4 óráig én csöndben elszeszoktam, és tilos volt hozzám szólni, és apa takarít. Úgyhogy így meg kell találni ezeket a kis időket. De igen, ez annyi, hogy ezt tényleg fel kell ismerni, hogy az ember mennyit bír eltölteni így intenzíven mások társaságában, kifele sziporkázva, jópofizva, és mi az, amikor már azt mondja, hogy ez már csak a kényszer extrovertáltság, vagy a látszat extrovertáltság, és nyilván nálam is van ebből egy adag, és a társadalmi kívánalmaknak megfelelően ezeknek eleget is teszek, és amikor kiállok a színpadra, akkor nyilván az a több száz ember, mind a barátom, de kell, hogy napközben tényleg meglegyen az a pár óra. És nagyon érdekes, hogy ez most a visszájára csapott, mert tökre örültem, hogy na most aztán rengeteg időm lesz magamban, most aztán tényleg mindenki iskolában, mindenki dolgozik, én meg akkor végre otthon, akkor kedvemre szöszöghetek, és most meg már az a sok. Tehát most meg már tudatosan keresnem kell más emberek társaságát, meg az inputokat, az ingereket ahhoz, hogy ne érjen körbe az agyam. Több közös vonás is van bennünk, az egyik, hogy én is egy ilyen felvett extrovertált vagyok, amikor előadásokat tartok, de egyébként amiből töltődök, az meg az, hogyha egyedül lehetek. A másik ilyen az, hogy ugye amikor az előadásokat tartod, akkor valahol ezt is hallottam rólad, hogy van olyan, hogy egy év is kell, hogy összeálljon egy ilyen produkció. És eszembe jutott, amikor ezt hallottam, vagy hallgattam tőled, veled kapcsolatosan, hogy Mark Twain fogalmazta meg azt, hogy egy rögtönzött beszédre való felkészülésem sokszor 3 hónapomba kerül. Tehát így te jutottál eszembe ezzel kapcsolatban, amikor mondtad, hogy van olyan, hogy 16 oldalnyi sztorit, poént, mindent összegész, és 14-et a végén ki kell belőle dobni. Ez így van. És most is arra használom ezeket a hónapokat, hogy írok veszettül. Tehát még ma reggel pont nem tudtam nekiülni, de még tegnap is vadonatúj dolgokat vetettem a lapra, és tökre élveztem kitalálni ezeket, és tökre örültem, és egyik gondolat szült a másikat, átkalandoztam abba a témába, hú, de az milyen jól az ahhoz, amit múlt héten kitaláltam. Na majd akkor nekiülök, és ezt az egész 20 oldalt kinyomtatom, és akkor megpróbálom ezeket úgy rendezni, hogy legyen valami értelme, és visszautalások benne, és kis üző, és az ember ezt így összerakja fejben, ez egy tök izgalmas dolog, és aztán vagy nem mered elmondani, tehát ott toporogsz a színpad mögött, már bemagoltad, már átnézted. Ilyen van. Persze. És azt mondod, inkább maradok a régieknél. Nem merem, mi van, végse, tehát simán még ennyi év után is. Vagy elmondod, de szétizgulod, vagy elrontod, vagy rossz a tempó, vagy csak a szöveg rossz, amit kitaláltál. Tehát, hogy egy befutott humoristának, egy kezdő humoristához képest csak annyi előnye van, hogy már vannak befutott anyagai. De az új anyagokkal mi ugyanúgy kezdő humoristák vagyunk. Évről évre, és nincs recept, nem tudom megmondani, hogy mitől lesz ez jó poén. Közönség dönti el. Abszolút a közönség. Nagyjából már sejtem az irányokat, de nekem is rejtély, hogy éppen mi fog történni. A témakiválasztás még egy érdekes dolog, mert azt látom, hogy nagyon komoly dolgokban nyúlsz bele. Tehát nem ilyen bulvár témákat találsz, hanem sokkal inkább olyanokat, amik a mindennapi életben a társas kapcsolatainkat érinthetik, illetve olyanok, amik a belső vívódásainkra is adhatnak egy ilyen felszabadító, viccesebb megközelítést, amikor az ember tényleg azt mondja, hogy hát ez engem is érint. Igen. Igen, és ez teljesen tudatos, és mindig az van, hogy az ember sokat szöszög magában, akkor elindulhat ezektől a felszínes dolgoktól, de előbb-utóbb, ahogy írsz, úgy szépen így előjönnek belőled ezek a dolgok is, az ilyen mélyebb félelmeid, vagy rettegéseid, vagy bármik, amiket aztán meg kell tanulni vicces formába csomagolni, de én azon kaptam magam, hogy valahogy mindig ezekhez lyukadok ki, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy jó, akkor próbáljunk meg erről is beszélni. Lehet, hogy nem lesz rá vevő a közönség, vagy esetleg próbáljuk meg meghatni őket érzelmileg. Tehát bejöttek nevetni, de most már itt vannak, akkor próbáljuk őket meglepni azzal, hogy egy kicsit facsarunk a szívükön, amit aztán fel is oldunk nyilván nevetéssel, és hát úgy tűnik, hogy bejött, működik. Tehát találtam magamnak egy rést, és ráadásul ez tényleg én vagyok.
Azt is hallottam rólad, hogy nagyon sok pszichológiai jellegű könyvet, témájú előadásokat olvasol, hallgatsz, és itt egyszer egy olyan mondat volt, ami így megütötte a fülemet tőled, hogy azért nem mondják el az emberek azt, amit valóban gondolnak, mert félnek attól, hogy nem lesznek szerethetőek, igen, vagy nem fogják őket. Most az előbb, amikor meséltél arról, hogy te, mint profi, lassan 20 éve vagy a szakmában, ott állsz a színpad mögött, és azt mondtad, inkább ezt mégsem mondom el. Ugyanez van benned is? Persze. Persze. Szeretnéd, hogy szeressenek? Nyilván. Nyilván. Ez olyan elemi vágy mindenki rész, pláne aki színpadra áll. Tehát, hogy miért állna ki valaki bármilyen közönség elé, hanem azért, hogy a közönség visszajelezze, hogy igen, támogatunk, és jó az, amit csinálsz. Aztán az egy más kérdés, hogy ezt az évek során hogy rendezed át magadban, vagy hogyan tudatosítod, vagy hogyan teszed helyre. És nyilván én is azért olvastam nagyon sok pszichológiát, amiért az emberek jogi könyveket is olvasnak, ha éppen jogi problémájuk van. Tehát, hogy nagyon sok ember azért akar pszichológus lenni, hogy elsősorban saját magát meggyógyítsa. És nyilván nálam is valószínűleg innen ered nagyon sok minden, de azzal, hogy saját magamnak tudatosítok egy-egy problémát, azzal már félig meg is oldottam. És ezért is jó, ha beszélek róluk, mert azzal a közönségnek kimondom ezeket, azzal saját magamnak is kimondom, és onnantól kezdve nem lehet azzal a kérdéssel kapcsolatban köntörfalazni. Tehát amiről a színpadon jó részt beszélek, azokat így a magam életében már úgy meg is oldottam. Amikor arra utaltam, hogy több közös vonást vélek felfedezni köztünk, akkor remélem ezt nem bántanak. Egy újabb ilyet hadd hozzak be, hogy mondtad, hogy amikor visszahallgattad az előadásaidat, akkor azt mondtad, hogy Jézusom, nem tudok normálisan beszélni, hát hihetetlen, hogy mit csinálok, és nálam is az volt, amikor az első előadás után, amikor mondta valaki a közönségből, hogy de jó lenne, hogyha ezeket rögzítenétek, és akkor vissza tudnánk hallgatni, mert hogy akkor fel lehetne idézni ezeket a mondatokat. Elgondolkoztam rajta, meghallgattam, és mondtam, hogy Jézusom, hát ezt a szörnyűséget, ezt nem hallgathatja senki. És erre mondták, hogy de most is hallgattuk. Tehát, és ilyen értelemben benned is ott van az a része, hogy te, aki tényleg profin előadóként egy olyan performance-ot nyom le, hogy én imádom tényleg a humorod, az előadó stílusodat, azért is köszönöm, hogy megtiszteltél és beszélgethetünk, és hogy emellett meg ott van az emberben még mindig az, hogy amikor magát nézi, akkor meg olyan kritikusan szemléli, hogy fú, hát ez se, az se, azt sem csináltam. Igen, mert te nem ezt szoktad meg magadból. Az olyan érdekes, hogy most hallottam, hogy a plasztikai műtéti előjegyzések száma iszonyúan megugrott tavasz óta, mert az emberek otthon home office-ba zoomolnak, és ugye ott vagy te is a kis ablakban. És így folyamatosan így oda-oda kacsintasz magadra, és csekkolod magad, és nagyon sok ember azt mondja, hogy úristen, hogy nézek én ki, mik ezek a karikák, meg ezek a ráncok, és egyszerűen emberek amiatt, hogy napi szinten találkoznak saját maguk képével, és nem tudják elhinni, hogy ők tényleg ilyenek, és tényleg így néznek ki, így menekülnek a plasztikai sebészekhez. Holott azért szerintem 20 000 forintból tudnánk olyan világítást csinálni nekik, hogy ez ne legyen gonzunk közben. De hogy igen, ez az, hogy az emberben él magáról egy kép, és aztán amikor szembesül azzal, hogy a valóság ehhez képest más, akkor így nagy tudatosság kell hozzá, hogy igen, lehet, hogy más a valóság, viszont a többiek meg azt szokták meg. És lehet, hogy te most meg tudod magad csinálni valamilyenre, ami klappol a te képedhez, de a többiek, akik évekig mást néztek, vagy mást hallottak, azok nem fogják érteni, hogy mi van. Ha szabad reagálnom, erre eszembe jutott egy könyv, ennek az a címe, hogy Pszichokibernetika, egy plasztikai sebész írta, és ő azt mondta, hogy döbbenetes számára, hogy a pacientúrájában milyen szinten vannak visszatérő kliensek, mert mindig elégedetlenek magukkal, és az inspirálta a könyvírására, hogy nem ezt kellene megváltoztatni ahhoz, hogy igazán jól érezzük magunkat belül. A másik része pedig a maszkot, ahogy mondtad most, illetve a vírust mondtad, nekem pedig a plasztikai sebész statisztikák annak kapcsán jöttek vissza hozzám, hogy mivel úgysem látszik az arcnak egy jelentős része, így a felépülés most sokkal gördülékenyebben megy, és így nagyon sokan bevállalják. De hát nyilván ez is próbáltam én is csak egy illeszkedni a témához, mert a vírus az most nagyon sok mindent újraírt, és nagyon sok mindent megváltoztatott. A te életedben ugye már utaltál rá pár dolgot, hogy meg kell újulni, de ha már ez a címe, akkor köszönöm, hogyha visszatérnénk még ezt, hogy most elkezdtél nagyon színvonalas, nagyon tanulságos, oktató jellegű videókat csinálni, és azt tudom, hogy neked az volt az egyik szándékod annak idején fiatalként, hogy tanár
leszel. Én szerintem ezekkel a videókkal abszolút az lettél, hiszen ez egy pszichoedukáció, ez egy olyan oktatása a tömegeknek, akik a humoron keresztül csatlakoznak hozzád, és mégis komoly eszenciát kapnak. Igen, és nekem nagyon-nagyon kell vigyáznom abban, a stand-upban is, meg a videókban is, hogy ne legyek túl szájbarágós, vagy túl elrugaszkodott, tehát hogy ezt idő megérteni, de Ottlik Géza találta nagyon fején a szeget azzal, amikor azt mondta, ő ugyanaz íróról beszélt, nem a humoristáról, hogy az író az nem az elmélet, meg nem az általános, hanem ő a konkrét. Neki a gondolatot konkrétumokra és hétköznapi apróságokra kell váltania. Mm. És aztán az olvasó azokból az apróságból összerakja majd a fejében a mögöttes mondani való, de nekem is humoristaként erre kell vigyáznom, hogy nehogy ilyen heavy-handed legyek a mondani valómmal, hanem tudjam őket elrejteni ilyen teljesen észrevétlen apró hétköznapi dolgokba. Aztán majd a nézők kiszűrik belőle. De igyekszem egyébként, igen. Tehát tudatos nálam ez a... Van kedved játszani egyet? Nincs nálam pénz. Nem szükséges hozzá. Arra szeretnélek kérni, egy ilyen spontán... Utoljára egyébként a Fűrész című filmben hangzott el ez a kérdés, hogy akarsz játszani. Ilyen hangsúlyra mondtam, én is azt tudom, hogy a... Csak tényleg ez, hogy itt vagyunk egy elhagyatott hotelszobában, egy olyan hotelban, ami most a vírus miatt alig működik, és nagyon félek, hogy a fürdőszobában találom magam oda bilincsel. Hozd a Fűrész Zoli. Egy játékot fogunk játszani. Szóval a játék az egy ilyen spontán merénylet, azt szeretném kérni, hogy mesélj el nekünk a saját életedből három személyes sztorit, amiből az egyik nem valós. Fú. Aha, és neked meg ki kell találni, hogy... Erre fog törekedni. Aha. Na várjál. Az a baj, hogy nagyon, én ilyenekben nagyon rossz vagyok, hogy visszaemlékezni történetekre meg... Csináltunk is, hogy mind a három kamu lesz, és akkor... Mindjárt. Csak nyugodtan. Mindjárt összeszedem magam. Még 10 másodperc, csak nyugodtan, nem semmit. Kipörög a Kodakróma kamerából. Na, várjunk, egy már megvan. És az a baj, hogy most gondolkodom mások történeteim, mert nyilván az ember, amikor olyat akar elmesélni, amiről azt gondolnád, hogy valós, akkor valaki másét próbálod elmesélni. Ugye azzal válik hihetőbbé, vagy? Igen. Na mondom az elsőt. Figyelek. Életem legrosszabb Mikulás élménye az 6 évesen ért, amikor nagycsoportos Mikulás voltam, és a Hungarovin Borgazdasági Vállalat vállalati óvodájába, ami egy borospince fölött volt, érkezett a Mikulás nagyon sok lépcsőn. És még be se lépett a Mikulás a szobába, én már elkezdtem nagyon-nagyon agyalni azon, hogy úristen, most csomagot fogok kapni, és majd biztos lesz benne csoki, és majd oda kell menni, és az öléből is mindenki engem fog nézni, és aztán el fogja mondani azt is, hogy miért voltam rossz, de akkor lehet, hogy azt is tudni fogja, hogy mi volt múltkor csendes pihenő, és akkor lehet, hogy nem is csomagot kapok, meg virgácsot, és még mielőtt belépett volna a Mikulás, már az én fejemben 6 évesen annyiféle verzió lepörgött, hogy az izgalomtól bekakiltam. És a Mikulás látogatást én a mosdóban, illetve az öltözőben töltöttem a Dadus néni társaságában, és a végén hát semmiféle virgácsban, vagy nyilvános elismerésben, vagy szidásban nem részesültem, viszont a Mikulás csomag az teljesen más formában érkezett, mint amire én számítottam. Ez az egyik. A másik, hogy gimnáziumban én latinból érettségiztem, ez vagy nyelvvizsgáztam, így nem kellett érettségiznem, viszont olyan rosszul indult a latinnal való kapcsolatom, hogy teljesen kevertem mindent, és az első emeleten volt az osztálytermünk, és télen egyszer leesett ilyen nagyon nagy vaskos hó, és bezárták az iskola udvart, nem volt szabad kimenni, gondolom azért, hogy nehogy letapossuk, meg eljegesedjen, amíg eltakarítják, és hát nekünk akkor már bejáratott útvonalunk volt, hogy az egyik ablakunk mellett ment le a villámhárító, és azon hát egy emeletet le tudtunk mászni simán, és szünetben én lemásztam a villámhárítón, és belefutottam a focipályán a hóba ilyen nagy latin betűkkel, hogy tényleg egész focipályát beölelte, és kár, hogy akkor még nem volt drón, drónfelvételt lehessen készíteni, hogy ego crudelis sunt. Ez azt jelenti, hogy én kegyetlen vannak. Tehát egy olyan elemi latin egyeztetési alanyállítvány egyeztetési hibát követtem el 2 méter x 6 méteres betűvel,
amit hát nem lehetett nem észrevenni, és gyakorlatilag hát az egy dolog, hogy az egész iskolának a latinul tudó fele rajtam röhögött, de a tanárok is abszolút tudták, hogy ki volt az. Tehát nem volt kérdés, hogy ki mászott le a villámhárítón, mert hát ilyen farkas hibát tudták, vagy ilyen szarvas hibát tudták, hogy ki tud elkövetni. A harmadik személyes történet az... Biztos, hogy ez lesz a valótlan. Az eljegyzésünk története a feleségemmel, amikor szerveztem egy olaszországi utat, és hogy biztos minden rendben menjen, egy hát szegény csóró fiatalok voltunk, és hát hűtőtáskával indultunk neki az első pár napnak, hogy aztán majd rendeződjenek a dolgok, a felesége, mondjuk el, pedig sütött különböző rántott húsokat is, és én nem bíztam a véletlenre a dolgot, és jégakúcs hűtőtáska helyett vettem egy szivargyújtóba dughatósat, mert anyós jelöltem, rántott húsai azok minden pénzt megérnek, és hát első napot Velencében töltöttük, gondoltam, hogy a Sóhajok hídja alatt átgondolázva fogom megkérni a kezét, de aztán utána olvastam gyorsan az úti könyvben, és láttam, hogy oda a börtönből a kivégző helyre viszik az emberek. Nem jó előjel akkor. Nem a legjobb, úgyhogy úgy döntöttem, hogy másnap a gardatónál fogom megkérni a kezét, de akkora már a rántott húsok elfogytak, a hűtőtáska pedig kiderült, hogy nem úgy funkcionált, ahogy szerettük volna, és a feleségem gyomra nem volt 100%-os. Én mégis összeszedtem minden bátorságomat, és egy háztartási kekszes zacskóba, amit ő gyomorkímélő jelleggel fogyasztott, abban rejtettem a kis plüssdobozt, és úgy ballaktunk le a gardató partjára, és így mondtam neki, hogy ugye milyen szép itt a kilátás, igen. Látta rajtam, hogy nagyon furcsán viselkedek, már azt se tudtam mire vélni, nagyon be voltam feszülve, mondtam neki, hogy vegyél kekszet. Mondta, hogy de nem kérem, vegyél kekszet, de nem jöjjön, vegyél kekszet! És hát belenyúlt a kekszes dobozba, és amikor az ember egy ilyen enyhe émeigéssel küzdve egy háztartási kekszes zacskóban valami puha, meleg, szőrös dolgot megfog, akkor az nem egy jó indító ahhoz, hogy a következő pillanatban térden állva kérjem, hogy legyen az életem párja. Ő egy irgalmatlan nagyot sikított, és utána hát nekem 20 percembe telt, hogy így visszakanyarítsam a dolgokat abba a kerékvágásba, hogy tényleg ott térdelhessek. Nagyon nehéz helyzetbe hoztál. Én már a második után nem tudom, mennyire hallatszott a te portodba, vagy így behallatszott, hogy mondtam, biztos, hogy a harmadik lesz a kamu, mert annyira hihető volt az első kettő, de a harmadik is. Tehát innentől kezdve nem tudom, hogy melyikre tegyem a voksomat, de talán mégis azt mondanám, hogy olyan szépen kidolgoztad mind a három sztorit, tehát az is, hogy a kár, hogy nem volt drón, a Mikulás is milyen részletekben, hogy a csomag hova érkezett végül, és hát ez is teljesen egy a hűtőtáskától kezdve mindent, tehát nagy történetmesélő vagy. Gondoltam, hogy ebbe bele fog törni a bicskám, de hát most már voksolok, tehát veszíteni való nagyon nincsen. Én azt gondolom, hogy az első sztori az, ami valótlan volt. Képzeld el, hogy az első sztori az úgy szóra úgy történt, igen? Ahogy történt. A második sztori is úgy történt, de nem velem, hanem Matyi nevű osztálytársammal. Tehát én ilyet, hogy szunt, tehát ilyen állítmány egyeztetési nem hibázok, hát érettségiztem latinból, hát hogy hibázhatnék. És a lánykérés tényleg így volt? És a lánykérés meg tényleg így volt. Fantasztikus. De nem is az a lényeg egy történetben, és akkor itt most ki is derül, hogy igaz-e vagy sem, hanem az, hogy működik. Tehát az, hogy a befogadó agyában ott megszületnek a dolgok. És innentől kezdve az a történet már van, akár igaz, akár nincs, az már ott van a fejedben. Egy éles váltással, egy másik terület. A félelmek, vannak-e félelmeid? Mi a legnagyobb félelmed? Szeretném magam azzal vigasztalni, hogy nincs. És nagyon sok egzisztenciális félelmet, vagy ilyen igazán nagy félelmet már legyőztem 20 évesen, és tudok az életre úgy tekinteni, mint egy gazdálkodjó kosorra, hogy a legrosszabb esetben vissza kell állni a startmezőre, de akkor sincs semmi baj, mert nagyon sokan kezdték már el előttem nulláról az egészet. Ennek ellenére, ha néha belegabajodom dolgokba, így gondolati szinten, akkor el tudok kezdeni parázni attól, hogy nem tudom én, mi lesz, ha család nélkül maradok, vagy feleség nélkül maradok, vagy gyerekek nélkül maradok, mi lesz, ha többet nem léphetek fel, mi lesz, ha... Tehát ezek a félelmek, amiket látszólag már legyőztem, ezek még mindig ott vannak, de tudom őket tompítani, meg tudok rajtuk uralkodni szerencsére. Meg közel sem határoznak meg annyira, mint a legtöbb ember. És ha az inga másik végét nézzük, mik a legfőbb vágyaid?
Nem tudom, kicsit ilyen butha lettem, hogy így az inga mindkét oldalát igyekszem tompítani, tehát az amplitúdót így csökkenteni, és ugyanúgy, hogy a félelmeimmel, ugyanígy a vágyaimmal is nagyjából már leszámoltam. Tehát, hogy nem tudom én, egy 10 milliós országban, ahol nem tudom én, teltházak előtt léphetek fel, én már szerintem úgy mindent elértem nagyjából innen, itt Magyarországon nincs hova, külföldön meg nincs értelme tök előről elkezdeni, mert van ott elég tehetséges ember. Úgyhogy így szakmailag én köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, hál' Istennek anyagilag is így nem szenvedünk semmiben hiányt, és ez már bőven elég, nem érzem azt, hogy meg hál' Istennek nem is olyan társaságban járok, hogy állandóan növelni kelljen a tétet, és még újabb autót, vagy még nagyobb házat. Ugye rivalizálást. A rivalizálást, igen. Ugyanakkor így egyre több környezetvédelmi megfontolás ébred bennem, ami miatt meg teljesen tudatosan kezdtem el egyenesen lemondani dolgokról, tehát így downgrade-elni, amit az ember nagyon nehezen tesz meg, ha már valahol van, hogy onnan visszalép, de igazából azok sem okoznak gondot. Úgyhogy ilyen, nem tudom, ilyen anyagi természetű vágyaim egyáltalán nincsenek. Jó lenne még látni a gyerekeimet leérettségizni. Nem tudom, hogy mi lesz, aztán még remélem, hogy felnőttként is ismerem őket, nagyon nagy megtiszteltetés lesz, de hogy nagyjából így ennyi. Szépen beszélsz a gyermekeidről, és valahol azt is hallottam tőled, hogy neked mindegy, hogy mit fognak csinálni a gyerekeid, csak boldogok legyenek. Ez így van, és olyan furcsa, hogy most így valahogy sorba olyan könyvek kerültek, nagyjából tök véletlenül a kezembe, amik így az elpazarolt gyerekkorról szólnak, vagy nem elpazarolt, de a meg nem élt gyerekkorról. Nem tudom, én olvastam Alessandro Baricótól a Cityt nemrég, Hermann Hessétől a... Nem fog hirtelen eszembe jutni a címe. De mindegy, az is egy fiúról szólt, aki ilyen hiper-szuper jó tanuló volt, ilyen gyerekzseni, és a legszebb gyerek és kamasz évei mentek el arra, hogy megállás nélkül tanult, és nem élte meg igazán a gyerekkorát, és én igazából nekem is a gyerekkoromra azért vetítettek némi árnyat a körülményeim, és ezekből én megtanulom azt, vagy le tudom vonni azt a következtetést, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy a gyerekek megéljék a gyerekkort, amit lehet, hogy olyan dolgot fognak csinálni, ami még most nincs is. Egy ismert amerikai tévériportert kérdeztek meg, hogy a gyerekkorában is tévériporter akart-e lenni, mire ő röhögve mondta, hogy akkor még nem is volt tévé. és biztos, hogy meg fogják találni a helyüket az életben. És te is gondolom, aki már nagyon sok ilyen coachingot tartottál, te is látod, hogy egy vállalatnál az érdemi munkát, azt meg lehet tanulni 6 hónap alatt, és sokkal fontosabbak az emberi kvalitások bármilyen szerepben. Úgyhogy ha ezekben ők helytállnak, akkor én már halálosan nyugodt vagyok. Onnantól kezdve, hogy mi ötös, mi nem, az már kevésbé érdekel. Plusz egyik barátom mondta a gyerekének ezt a nagyon nagy igazságot, hogy nem az iskolában dől el, hogy mi lesz belőled, hanem a szabadidődben. De jó. És ez tök igaz. Mert a matekot, fizikát, törét, ezt ugyanúgy megtanulod, mint mindenki más. Nem attól leszel más, mint a többiek, hanem attól, hogy aztán óra után te judózni mész, vagy balettozni, és aztán balettáncos leszel, vagy elkezdesz bütykölni elektronikával, és autókat fogsz tervezni a BMW-nek. Nem lehet tudni. De hogy igyekszem, hogy törekszem arra, hogy ki tudjanak teljesedni az iskolán kívül, és ezt így minden jobb biztonságban és békében tegyék. Hát ha te életutadat nézzük, akkor te vagy az egyik legjobb példa erre, mert elindultál jogi irányba is többek között, és most meg humor, amit adsz az embereknek, vidámság, felüdülés. Tehát, hogy nálad is kíváncsi vagyok arra, hogyha még gyerekkorodban valaki azt mondta volna, hogy az egyik legismertebb humorista leszel Magyarországon, akkor hogyan néztél volna? Hát nagyon furcsa. Annak ellenére, hogy nagyon sok kazettát hallgattam, de hogy igen? Persze, hát rádiókabarékat, Hoffit, Markos Nádast, nem tudom én, milyen régi Kellér Dezső konfokat, bármi, de nekem valaki, és ezeket imádtam is, de nekem valaki azt mondja, hogy figyelj, te is ott fogsz állni, és ezeket fogod nyomni, és így fognak hallgatni az embereket. Kétségbe lettem volna esve, hogy én honnan találok ki ilyen dolgokat, mint ahogy most is kétségbe vagyok esve, hogy fogok kitalálni ilyen dolgokat, de most már nem lehet abba hagyni. Ugye ez Mark Twain mondta egyszer, hogy megkérdezték tőle, hogy nem fél-e attól, hogy egyszer soha többé nem fog semmi az eszébe jutni. És mondta, hogy igen. És kérdezik, hogy hát és mit fog csinálni? És mondta, hogy mit tehetnék? Hát már híres író vagyok. Azt hittem, azt mondta, hogy akkor már úgyse zavart. Igen. Híres olimpikonum mondta azt, hogy aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni sem igazán. Sajnos a neve nem jut eszembe, csak azért mondom itt, hogy híres, mert egy sportkönyvben olvastam róla, és keresem azóta is a forrását ennek a számomra értékes gondolatnak, és azért jutott eszembe, mert te is beszéltél arról több helyen, hogy milyen fontos, hogy meglegyen ez a
ez a két pólus az életünkben abban a szempontban, hogy koncentráltan, termékenyen, és legyen egy üres járat is. Ezt a mindennapokban te tudod alkalmazni a saját életedben? Tudom, és kell is, és ha belegondolsz, ez a fajta perisztaltika, ez a legősibb állati mozgás, tehát a legegyszerűbb féreg, ami tulajdonképpen csak egy ez most béldarab az egész, tehát a legegyszerűbb viszonylag összetett élet is ezzel a perisztaltikával tartja magát életben, amit aztán minden élőlény örökölt, és nekünk is ugyanezt csinálja a torkunk és a beleink, és az egész testünk ezt csinálja naponta, hogy megfeszül és elernyed utána. Ugyanezt kell nekünk is csinálni, nem lehet állandóan befeszülni és állandóan toppon lenni, hanem igenis kell időt hagyni, alkalmat az elengedésnek, a töltődésnek, és azt mondani, hogy majd, ha itt lesz az ideje, akkor újra összerántom magam. És ez nagyon nehéz azoknak, akik szeretik magukat csúcsra járatni, tehát nagyon nehéz tudomásul venni, hogy most akkor le kell állni, de van, amikor le kell állni. És ha te nem állsz le, akkor az élet leállít. Ez a legszebb. Egyszer csak az immunrendszeret figyelmeztet, vagy bármi más, de inkább jobb, ha az ember saját magának osztja be a tempóját. Nálad volt olyan egyébként így a közel 20 év alatt, hogy úgy érezted, hogy bedarál a karriered? Egyszer-kétszer jutottam el így nem mondom, hogy a szélén ingadoztam, de így közel jutottam a széléhez, de akkor mindig történt valami, jött a nyár, én nyáron mindig kiveszek 2 hónap szabit, és olyankor tényleg semmi, tehát nekem az ilyen teljesen tudatos töltődés, vagy jött a tavaszi, nem tudom én most ugye ez a tavaszi lezárás, karantén. Most ez az ősz, most nem éreztem ugyanúgy, hogy túl lennék terhelve, de most ez is egy olyan pihenő, amit most lehet, hogy nem értek, de azért hosszú távon jót fog tenni az agyamnak. Úgyhogy ezek így mindig érkeznek. És erre oda is kell figyelni, hogy tényleg az ember bármit csinál, ne égjen ki, hanem még időben álljon le. Hogy újra örömmel tudjon aztán hozzányúlni ahhoz a munkadarabhoz, ami éppen a munkája. Kérlek, képzeld el magad, hogy most 100 éves vagy, illetve tegnap voltál, és visszagondolsz a tegnapi napra, ülsz egy karosszékben, és azt mondod, hogy fú, milyen életem van, azért ez komoly, tehát 100 év, ez egy szép dolog, kegyes volt hozzám az élet. És... felépültem a Covid 2078-ból. Remélem, hogy akkor is így fogsz vele humorizálni. Igen, és akkor felidézed azt, hogy milyen csodálatos volt a tegnapi nap, itt voltak a unokáim, dédunokáim, mindenki, akit szeretek, és akkor így elkezdesz gondolkodni, és becsukod a szemed, jön egy ilyen fuvallat, és azt mondja, hogy 2021-be az akkori önmagadnak üzenhetsz valamit. Hát képzeld, ez nem kell 100 évesnek lenni, ezen már most gondolkodom, hogy már a mai fejemmel a 20 éves önmagamnak üzenhettem volna. Az is jó, hogyha most a mostani fejeddel a 20 évesnek... Száz évesen ez pláne igaz lesz. 100 évesen nem a 20 évesnek, hanem a mostani önmagadnak. Tehát az egy picit más. Azt fogom üzenni, és most is azt üzenném egyébként, de 100 évesen még aktuálisabb lesz, hogy hallgass az öregekre. Hallgass az öregekre, mert olyan furcsa, hogy nyilván öregszem, és nyilván egy csomó minden változik, de alapvetően azt látom, hogy 20 éves korom óta nyilván a világ is azért változott egy csomó minden, de hogy alapvetően nem a világ változott meg, hanem én. Az én hozzáállásom. És ami még 20 éve teljesen idegen volt, és én is csak néztem, hogy mit magyaráznak itt nekem a 40-50 évesek, azokra ma így sorra be kell látnom, hogy azért igazuk van, és nem voltak hülyék. És valószínűleg én is majd 80 évesen bárkinek bármilyen tanácshoz fogok adni, legyinteni fognak, hogy vén hülye, de ha egy üzenetet tényleg így becsúsztathatnék 60 év múlváról a mostani zsebembe, akkor az lenne, hogy hallgass meg az öregeket. Az utolsó szó jogán szeretnél-e mondani még valamit? Ártatlan vagyok, tiszteltem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél minket, hogy itt voltál velünk, köszönjük a hasznos gondolatokat, és kívánom, hogy mi hamarabb visszatérhess a színpadra, hogy élvezhessük élőben is az előadásaidat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen.